Kedves nézőink, ma esti vendégeink a futásról fognak velünk beszélgetni. Szervusztok! Szia! Király Csaba edző és Somogyi Anett futó a vendégünk. Meséljetek mondjuk időrendi sorrendben, kezdjük a legutolsó eredménnyel. Hát a legutolsó eredmény az mezei diákolimpia országos bajnokságon. Gödöllőn futottunk 3000 métert, és sikerült megnyernem az országos bajnokságot. Fel voltál erre készülve? Nem mondom, hogy 100%-osan mezére készültünk, de azért készültünk. Hirtelen felindulásból azért még a szezon elején vagyunk. Tehát... Igen, tehát a nyári pályaversenyek a fő versenyeink. Mi inkább felkészülési versenyeknek használjuk a mezeit és a fedett pályás versenyeket, amik vannak. Most azt azért hadd mondjuk el, hogy április van, ha ezek még csak felkészítő versenyek, egy diákolimpia, ami azért másnak a főverseny. Igen. Talán, akkor mik lesznek nektek a főversenyeitek? Hát nyáron van a pályán is lesz diákolimpia, május végén, és az országos pályabajnokság, ami június vége fele van, illetve lesznek válogatott versenyek, amire szeretnénk odaérni a magyar válogatott színeiben. Jó, erre vissza kell, hogy térjünk később. Egy kicsit beszélgessünk, Anette, téged relatíve kevesen ismernek. Reméljük, hogy hozzá tudunk tenni valamit a népszerűségedhez. Mikor kezdtél futni? 4 éve kezdtem, és pont még az sulival, suli vitt el egy ilyen gödöllői versenyre, ugyanígy mezei diákolimpia, és egy autóba mentünk Csaibával, és egy edzőtársammal, Tobok Tamarával, és ott 84. helyen végeztem, úgyhogy még ilyen amatőr szinten így eljártam futni, és utána beszéltük, hogy jó lenne, hogyha kijárnék edzésre. Ez, hadd szakítsalak meg egy kicsit, ez ilyen szerelem volt első látásra? A futás meg én? Igen. Igen. Hát nem Csaba bácsi nyilván. Mert a 84. hely az azért vissza is vethetne másokat. Persze. Önkéntesen kijelöltek, hogy te mész futni, mert olyan alkatod van, vagy nem volt más? Vagy azért volt ehhez kedved? Nem úgy álltam neki, hogy akkor én most életem végéig futás, és az a legfőbb dolog, hanem gondoltam, egyet kimentem, és első pillanattól tetszett. És mi fogott meg? A hangulat, az edzés, az edző úr, vagy az edzőtársak? Minden együtt, mondjuk úgy. Próbáltál más sportágat is? Vagy ez volt az első, és itt ragadtál? Iskola szinten úsztam, kéziztem, kosaraztam, fociztam, minden általános dolgot, de így élsportként sem, más nem még. Csaba, ez a 4 év számomra kicsit kevésnek tűnik, bár pimaszul fiatal vagy, de ez nem olyan nagy probléma. Mások 6-8-10 éve futnak, és nem biztos, hogy vannak ilyen eredményeik. Te dolgodat mennyire nehezítette meg ez? Hát azért vannak eredmények, amik hamar jönnek, tehát a 84-ből mondjuk a következőben már 20 között volt, és ez így javult. Tehát a tehetség ezen sokan mondik, és hogy mennyire van kedvük dolgozni. Én szeretek olyan emberekkel dolgozni, akik maguktól jönnek oda, tehát nem kell őket noszogatni. Ezzel most már egy ideig így is vagy, tehát azért sikerre halmozunk lassan. És azért 3-4 év alatt kiderül, hogy lesz-e belőlük komoly sportoló vagy nem. Kiderült. Beszéljünk akkor más sikerekről. A diákolimpiát kipipáltuk, első hely. Voltál felnőtt versenyen is? Igen, voltam idén is, meg tavaly is. Idén már egész szépen szerepeltem a felett pályás felnőtt országos bajnokságon. Az élmezőnyben még nem vagyok ott, de 1-2 éven belül remélem, hogy oda is oda jutok. Jó, ha junior korosztályból a felnőtt bajnokságban versenyeznek már versenyzők? Nem megy ez a felkészülés rovására? Nem. Egyszerű, tehát az ő mezőnyükben nincs annyi jó versenyző, és ilyenkor a felnőttek húzzák egy kicsit magukkal, tehát hogy még le is maradnak, akkor is próbálnak közelíteni a felnőttek fel, és viszik magukkal. Ez megint az a motivációs pótlás, ami rajtad segít, hogy nem neked kell őket noszogatni. Jó, saját kategóriádban van nekem még egy 1500 méteres harmadik hely, és egy 3000-es második. Igen. Melyik volt a nehezebb? 1500. Miért? A hosszú pálya, vagy a hosszabb távok a kedvenceid? Jobban szeretek 3000-et futni, és 1500-on egy ilyen kocogós tempót mentünk, és a hajrá az nem az én kedvenc részem a versenyben, és hajrá verseny volt. Ezt hogy kell elképzelnünk? Itt relatíve ajkán azt gondolom a futásnak nem a legjobbak a lehetőségei, nincs például a fedett pályánk, ugye? Ebből a szempontból a tél talán egy kicsit jó volt, hogy enyhe volt, jó volt a felkészülés. De itt azért az edző kiabálhat? Szokott a Csaba kiabálni a pályaszínen? Minden körben. És ez segít rajta? Tehát hallod, hogy mit kiabál? Persze, de
ilyen szempontból én szerencsésnek érzem magam, mert könnyen zárok ki, és hogy nem hallok mást, csak hogy eldöntöd magamban, hogy én most csak Csajuba hangját hallom, semmi mást, és csak magamra figyelek, és tényleg nem hallok mást. Az, hogy másnak mondja az edzője, vagy szurkolnak-e, nem. Jó, megbeszéltük az eredményeket. Mi a következő verseny, ahol indulni fogsz? Következő. 10.000 méteres országos bajnokság, 2 hét múlva Budapesten. Nem túl nagy távolságok ezek? Tehát az 1500 meg a 10.000 között azért elég nagy a különbség, fel lehet készülni mind a kettőre? Az 1500 az nem igazán a mi távunk, hozzátartozik, tehát az ilyen kiegészítő egy kicsit gyorsításra használjuk. Igazán most készülünk erre a 10.000 méteres bajnokságra, és elkezdtünk az akadállyal foglalkozni, ami női szakákban nem olyan régi szakák, de elég ügyesen csinálja egyelőre, tehát lehet belőle. Ennek van hagyománya itt Ajkán? Én relatíven elég régi időkben emlékszem még arra, hogy hátul valamikor, amikor még alupálya volt az alupálya, akkor ott volt egy ilyen vizes akadály, és azok felett ugráltak. Tehát én válogatott akadályfutó voltam, tehát én könnyen segítek a tanítványaimnak, de mellette Tobogtamara is 5-6-szor nyert országos bajnokságot például. Akkor. Van-e valaki, aki a tanítványait közül nincs benne az országos bajnokok között? Hát kevés, de vannak azért fiatalabbak, akik még csak feltörekvőek. De beszélhetek itt Fuchs Dánielről, aki már csapatban ott volt, a mezőny országos bajnok csapattagja volt, és egy évvel jár hozzánk, és egyéniben is 6. tudott lenni a mezőny bajnokságon. Relatíve azt gondolom, hogy egy 5-10 évvel ezelőtt nehezebb volt a munkád, több emberrel kellett foglalkozni, többet kellett talán motiválni, és nehezebben jöttek az eredmények. Most egy ideje, én úgy látom, hogy kevesebb ember foglalkozik az atlétikával, és könnyebben jönnek az eredmények, jól látom? Ugye az elején sokat foglalkoztam triatlonosokkal és duatlonosokkal is, tehát azért volt nagyobb tömeg. Igazán az atléták akkor sem voltak többen. Hát én úgy gondolom, hogy egy edzőnek sok emberrel nehéz foglalkozni, és igazán én nem keresem az atlétákat, akik jönnek, azokkal szívesen foglalkozok. És ha valaki tanácsot kér, annak is szívesen adok tanácsot, de nem keresem a tanítványokat. Ez azt jelenti, hogy elegendő mennyiségű atléta van Ajkán? Van az utánpótlásban segítséged, aki még foglalkozni tud és esetleg előkészíti a terükádat? Hát egyelőre nincs sajnos, Ajkán azért az atlétika elég le van épülve, de egy csoport most van, ami lelkes, igen. Van egy lelkes csoport, akikben 4-5 országos szintű versenyző is van. Anett, neked még van 1-2 éved, reméljük itt Ajkán. Ha végeztél a Bánkiban, akkor mik a hosszú távú terveid tanulásban, sportban? Mindenképp szeretnék főiskolára menni, de nem tervezek edzőváltást, úgyhogy olyat kéne keresnem, ahol meg tudom oldani, hogy a fontosabb edzések lejöjjek Ajkára, ami olyan, hogy egyedül is meg tudom csinálni, az pedig ott helyben, ahol a suli van. Hogy kell elképzelnünk a hetedet? Úszok ugye napi többet edzenek, heti 7-szer. Mennyit kell egy futónak edzeni, hogy országos versenyeken is tudjon indulni? Heti 6-7 edzésünk van, hogyha mondjuk van hétvégén verseny, akkor nyilván minden nap van futás, de hogyha mondjuk van egy pihenősebb, akkor a vasárnap az pihenő. Elmegyek reggel suliba, utána általában nem tudok hazamenni, mert buszos vagyok, elmegyek edzésre, mondjuk 6-kor hazaérek. Tanulok, asszok. Van idő magán élni? Van. Kialakítottam úgy az életemet, hogy legyen. Úgyhogy van. Mi lesz a sportcentrumban most, hogy megindulnak a labdarúgó pályának a fejlesztései? Változik-e valami az atlétika életében? Hát tavaly ugye a labdarúgó pálya korszerűsítése gyanánt, a mi pályánkat, a futópályát azt elrontották, a kanyarokat. Most ígéretet kaptunk, hogy kigazítják ezeket a kanyarokat. És hát ha a túlsó pályát, a bányász pályát is, ugye ott is kaptunk ígéretet, hogy lesz lehetőség a pálya javítására, és ott is tudunk edzeni. Egy kicsit olyan a helyzetet szerintem, mint a középiskolai testnevelő tanároké, hogy 3-4-5 évig foglalkoznak valakivel, és kiröppennek a diákok érettségi után. Most legutóbb talán az én emlékeimben Tulok Matyi van így, aki egy darabig hozta a sikereket és elment. Mennyire viseld ezt nehezen? Én már ehhez hozzászoktam, sajnos Ajkán nincs főiskola, egyetem, és azért de hát örülök is neki, hogy elmennek tovább tanulni, hiszen a sportból egy darabig meg lehet élni, utána nem. Tehát a legtöbb tanítványom örülök neki, hogy egyetemet és főiskolát végzett. Megvan a kapcsolat velük? Tehát azért figyelni őket, visszajárnak, beszámolnak az eredményeikről? Igen, nagyon jól tartjuk a kapcsolatot, össze is járunk néha, tehát teljesen jó a kapcsolata. Anett, te érzed-e azt, hogy a te példád motivál már fiatalabb futókat? Én
érzem, mert vannak olyanok például, akik kijárnak edzésre, néha jönnek, mondjuk ők is bankisok, találkozunk a suliban, és elmegyek mellettük, és jövök ám edzésre, meg ilyenek, és én ennek nagyon örülök, hogyha esetleg nem mondják, akkor mondom nekik én, és idézőjesen kiráncigálom őket edzésre, hogyha maguktól nem jönnének. És mik az arányok mennek? Vagy csak próbálnak csajozni ezzel a dumával, te meg próbálsz pasizni azzal, hogy futó vagyok ám? Vagy nem. Nem. Nem azért jön neki, hogy csajozzanak. Igazából akit úgy érzem, hogy hatással voltam, az mondjuk a Fuchs Dani, aki elkezdett futni, és biztos, hogy csinálná magától is, de az, hogy ő is bánkis, és együtt kijárunk edzésre, együtt végzünk a suliba, együtt megyünk, és nézzük a versenyeket, mi a legközelebbi, minél több versenyre el tudjunk menni, ez szerintem egymást is motiváljuk ezzel. Vannak edzőtársak? Tehát a korosztályban van, akivel versenyezned kell, hogy most ő lesz az első, vagy te leszel az első? Itt Ajkán? Igen. Nincs. Lesz. Így jó, hogy a fiúkkal tud edzeni, és ezek azért ez húznak. Fiúk húznak edzésen, és milyen a megbecsültsége a futásnak, mint sportnak a bánkiban? Rugalmas az együttműködés, elengednek, lehet egy kicsit időnként lógni, vagy érzed-e, hogy megbecsülik az eredményeidet? Abszolút egy-egy. Rugalmas, és megbecsülik. Amikor először voltam versenyen a bánkival, ez is egy gödöllői verseny volt, 12. helyen végeztem, azt hiszem, és ott egyből kaptam utána a támogatást is, örültek, hogy futók. Vili Bá nagyon, ugye ő is részben fut, triatlonozik, és ezért vele könnyen megbeszélni azokat, mondjuk, hogy tesi óráról elmegyek edzésre, mert mondjuk megcsinálom délelőtt. Segített felkészíteni az érettségére, úgyhogy vele is nagyon jó a kapcsolatom, de mondhatnám a matek tanárt, az angol tanárt, akárkit, mert hétfőn, hogyha a hétvégén verseny volt, és úgy megyek be a suliba hétfőn, akkor reggel megkérdezik a tanárok tőlem, hogy mi volt a versenyen, és érdeklődnek. Ez azért jó érzés, gondolom. Ez nagyon jó érzés. Csaba, nekem van lassan egy olyan érzésem, hogy a bánki lassan sportiskola lesz, tehát annyiféle sportból indulnak. Bánki Bródi talán a két leghangsúlyosabb középiskolai Tajkán, ahol viszonylag sok sportsiker születik. Igen, örülök is neki, hogy olyan testnevelők vannak, akik támogatják a sportot és próbálják is irányítani az embereket, segíteni. Tehát jönnek is a jó eredmények, eleve az iskolának is jó. Neked van még szabad időd, vagy te minden délután adat kint töltöd a pályán? Hát én minden délután van, de utána természetesen van szabad időm. Jó, nagyon köszönöm, és akkor gratulálok az eddig elért eredményekhez, és további sok sikert kívánok a nyára, és sérülésmentes nyarat. Köszönjük szépen. Szervusztok. Viszlát.